Egyre több gyerek és felnőtt ünnepli a Halloween-t Nagykanizsán és környékén. Az ősi kelta hagyományokból kialakult ír elsősorban az angol száz országokban tartják meg, október 31-én. Az alkalomhoz kapcsolódott töklámpás készítés, a jelmezes csoki kéregetés és a beöltözős rendezvények Magyarországon is egyre népszerűbbek. Magyarországon nagyon sok tévhit övezi Halloween ünnepét, mondta el Hideg Árpád, angoltanár. Ő ennek ellenére már több mint tíz éve megtartja ezt a szokást kiskanizsán, és minden évben rengeteg gyerek kopog be hozzá édességért. Ma maga a Halloween azt jelenti, hogy mint szentek erőestét, angolul elkezdem elemezgetni, ez egy pogány, ősi népszokás, kelta, angol száz, stb. Semmi közünk hozzá, és nem kötelező megünnepelni, úgyhogy ennyit az, az egészről. Október 31-én Angliában teljesen normális, én éltem ott két évig, az történik, hogy gyerekek szépen beöltöznek, eljönnek, adunk neki cukrot, mert ha nem adunk neki cukrot, akkor szépen betekerik WC papírra az egész házat, amit találnak, kutyát, bokrokat, kocsit, stb. stb. Például gyerekeknek Igen, valószínű. igen, igen, ez a gyerekeknek való kis tökélmez. Aztán itt ö, raktam össze egy olyat, ami, ami már ugye sokkal félelmetesebb maga. Igen, de ez is tök. Kovács Nézakó Erzsébet, 20 éve foglalkozik jelmezkészítéssel. Szerinte az utóbbi években egyre nagyobb a kereslet a halloween öltözetekre. A férfiak az egyszerűbb, könnyen viselhető kosztümüket részesítik előnyben, a nők pedig olyan megoldásokat keresnek, amikben egyszerre lehetnek félelmetesek és csinosak. A gyerekek a kevésbé ijesztő, de azért feltűnő ruhákat veszik szívesen magukra. A klasszikus jelmezek azok általában a csontváz, az ördög, a boszorkány, aztán a mondjuk a a mondjuk a, Halloween -tök, a, mondjuk a síkói. tehát amikor már átmegyünk egy olyan kategóriába, hogy. Ö, a, a, a filmekből vagy ö, olvasmányokból egy-egy félelmetesebb szereplő is ö, keresett ilyenkor. Tehát akár mondjuk egy Darth Vader is lehet egy Halloween-kor felvett jelmez. A szakember szerint a Halloween egyelőre közel sem olyan népszerű, mint a farsangolás. Inkább házi bulikra és kisebb összejövetelekre öltöznek be az emberek.